Van, hogy minden összejön, amit elterveztünk, és van, hogy az élet mindenáron keresztbe akar nekünk tenni. No hát ez a rész ennek a tökéletes mintapéldája. Ilyenkor nem szabad feladni, hiszen egy karnyújtásnyira lehet a siker. Nos akkor, ismét újabb, rengeteg tenni és venni valónk van. Miután összegyűjtöttem a szíveket természetesen, mert úgy látom, hogy beindultak a barátaim. Felnőttek egyébként a gyerekek, akiket az előző részben leraktunk, úgyhogy ez nagyon-nagyon király, mert így rengeteg olyan emberünk van, akinek semmi foglalkozása nincsen, úgyhogy ez nagyon-nagyon jó. Kelleni fog nekünk még egy guard, ráveszünk az Enchanter falusira is, hiszen azért van már olyan szinten a falu, hogy megérdemelje azt, hogy Enchanter falu legyen. Ehhez kelleni fog az, hogy jöjjön a merchant és olyan ajánlatot kínáljon fel, amivel megyünk valamire. Jaj, barátom! Te itt mit? Valóka. 6 darab szívet szedtem össze, és szerintem nem apkoltam többet 2 óránál, után tölti magát a falu, mindegy, ennek én nagyon-nagyon örülök. 32 darab emeráldunk maradt az előző részből, és a Enchanter falusi 33 emeráldba kerül, viszont ameddig gyűlik majd az emeráldunk, meg kell építenünk a karámokat is, illetve hozni kell bele állatokat, egy kicsit terraformálni akarok itt. Jogosan merülhet fel a kérdés, hogy Milán, mit kilódsz ezzel a valamivel, rakjál le valahova egy kockába állatokat, az kész. Hát igazából azt kilódom vele, ki kéne néznie valahogy, mert ide is leraktuk a teheneket, meg a csirkéket, ez tök jó és tök szép. Viszont úgy akarom valahogy, hogy egy kicsit más szintbe legyen, másabb legyen, mert nem akarom olyan nagyon unalmasra a falut, és egyébként aranyunk az nem igen akad, de szétnézhetek, kardunk se valószínű. Hát egyedül tojást tudunk neki eladni, de azt mondjuk borzasztó nagy mennyiségben. Arany után utána néznék, de szerintem az összeset kraftolja át kapásból aranyalmára. Aranyrépánk is van, az mondjuk komoly. Nem baj, adjuk neki a tojást. Azt viszont nem néztem meg, hogy kenyeret termelünk-e már, vagy nem. És akkor az Enchanter falusit ezzel meg is vettük, majd egy Enchanter szakmát. Van egy olyan nomádom, aki már alapból azt hiszem valami 30-as intelligenciával született, úgyhogy őt is meg kéne keresni, és rá kéne tenni. Hát akkor ő lesz az Enchanterünk, viszont megnézném, hogy miket tudunk rajta állítgatni. Ő kraftol nekünk papírokat és könyveket, és Enchantol is könyveket. Csinálhat mindent igazából, mint ő csak szeretne, úgyhogy most már álljunk neki és építsünk. Osztam ennyi szeplinget szedtem ki csak ebből a 5 fából, amit kivágtam, nyomod. Hát elkészültünk, akkor hoznunk kéne malacokat, bárányokat is, mind a kettőből akad. Jön az Enchanter, elméletileg akkor a falun belül kellett volna lennie egy malacnak, mert azt hiszem direkt nem öltem meg. Répáért a demerádot, az nagyon király, redstone-unk is rengeteg, gyémántunk is van. Ez egy nagyon pluszos napnak néz ki, majdnem másfél steknyi emeráldunk lett így hirtelennyiben. Nem jutok szóhoz. Wow, és kész van az első enchantolt eszközünk, ami egy vaskard, sharpness 1 és unbreaking 1. Az mondjuk derék. Viszont nem kéne mindent eladni, csak hogy az őrünknek maradjon. Úgyhogy lett is rögtön másfél steknyi emeráldunk, azt a mindenit. Viszont így már, hogy ilyen sok emeráldra tettünk szert, mi lenne, hogyha megcsinálnánk a barakkot? Hiszen a barakhoz se sok minden kell. Kezdésnek, ha minden igaz, akkor 8 darab emerald blokk. Kis emerald, úgyhogy szereznünk kell 10 darab ágyat, armor standeket, hiszen azon fognak úgymond gyakorolni a gárdok, viszont ez baromira nem volt beletervezve, hogy én ilyet fogok vásárolni. Úgyhogy le is pakolom az utcaimat, és akkor álljunk neki, és építsünk egy barakot, mert én már gyakorlatilag elveszettem, hogy mit akarok, meg hogy hol járok, úgyhogy végül is van papírunk, ez is nagyon király. Enchanterünk így, hogy ennyire sokat van a könyvtárban. 20-as enchanterként kezd, ami eszméletlenül nagyon durva, nem tudok szóhoz jutni se egyáltalán. Jó, viszont akkor ki kéne találnunk, hogy hova tegyük a barakot, de ez a rész nagyon-nagyon üres, és ide házat akartam alapjáraton építeni, viszont így, hogy már van egy ilyen lehetőségünk, hogy letegyük a barakkot, arra gondoltam, hogy templomot nem kell építenünk, de mivel van pap falusink, ezért a következő részben építhetnénk egy templomot is. Nem fog oda járni senki, mert igazából teljesen lényegtelen, hogy van egy templom a faluba vagy nincsen, de azért jelképesen, hogyha már papunk van, akkor legyen egy templomunk is, úgyhogy igazából annak ellenére, hogy milyen régóta játszunk a moddal, és hogy lassan már vége van, azért van még itt mit csinálni, hála jó Istennek. Körbe kéne venni az egészet egy óriási várfallal, tenni valók végtelenségbe torkollanak, és mit sem tudunk tenni ellenük. Azt a mindenit tudok ilyen szépen beszélni amúgy, csak mondom, ilyen szépen is tudok, ha akarok.
Az van, hogy a nekromancer, ugye mivel elforgattuk a táblánkat, megtámadja a falunkat. Istenem, de komolyan olyan jó időkbe tud jönni, nem baj, legalább fogunk kapni emeráldot. Egyelőre így állunk. Ide szeretnék majd egy ilyen teraszt, ahol tudnak majd ugye tréningezni, meg ilyenek. Nem vagyok nyugodtan, eddig a nekromancer itt van. Megtaláltam, feltételezem, hozd a haszkokat. Ez egy fekete nekromancer. Nem tudom, hogy egyébként kronológiailag hogy jönnek sorba. Ez ilyen vidörös haló. Miért nem engedi, hogy üssem? Júj, ezek valami komolyabb erőt képviselnek-e? Ebbe a körbe nem szabad beleállni, mert ez fáj. Mondom én ezt, belesétálok. Az mondjuk elég nagy probléma. Ez nagyon fáj. Jaj, ne! Bravo, öreg! Blöki, segíts! Segíts, öreg! Hagyd már békén! Jaj, pici! Pici! Csukjátok be az ajtót, öreg! Tizenkét darab emeráldot adott. Azt a mindenit, közbloki. Hova lettél, koma? És így megint van 27 darab emeráldunk. Nem tudom, hogy leraktam az előző adagot. Nagyon remélem, hogy igen, mert akkor megint van közel egy stack emeráldunk. Leraktam, igen, 41-nél járunk ismételten, úgyhogy nagyon túrjuk neki. Építsünk tovább, aztán haladjunk a dolgainkkal. Jó, igazából már csak annyi tendünk van, ha minden igaz, hogy armor standet kéne craftolnunk. Nem is 8 darabot, de 10-et mindenféleképpen, én úgy gondolnám. Ha már 10 ágyunk van, akkor 10 armor standünk is legyen, legalábbis szerintem ez lenne a logikus. Úgyhogy le is hajítom ezt a maradék pár armor standet, és hozom a badge-et, és kíváncsi vagyok rá, hogy a gárdunk hogy fogja ezt értékelni, illetve be is állítunk szerintem még körülbelül 2 falusit gárdnak, hogyha jönne megint a necromancer, akkor ne legyünk ilyen problémában, mint az előbb. Így is van, ezzel el is készült a barakkunk. Letisztult, tetőt erre se rakunk majd csak, hogyha kedvem lesz tetőt építeni, úgyhogy gyakorlatilag a barakkunk is elkészült. Van annyi emeráldom, hogy most rögtön tudjak venni még 2 darab őrbadget. Ezt meg is tesszük ebben a pillanatban, 1-et és 2-t, és már azért 3 gárd azért jelentősen nagyobb biztonságérzetet fog adni nekem is, és a falunak is. Nagyon-nagyon királyek vagyunk, viszont de vadba vagy, Armanci, öreg barátom. Elég komolyba van. Úgyhogy nagyon királyok vagyunk, leraktuk az Enchanter falusit, éppen enchantolni készül a szetteket. Úgyhogy én nagyon szépen meg szeretném köszönni a figyelmet, ha tetszett, nyomtak egy lájkot, iratkozzatok fel, legyen szép napotok, vagy estétek, köszi, hogy itt voltatok, hello.